Minden tervezett program megvalósult a refiben, kiemelt fejlesztési terület, elaludt a betörő a padláson, kerékpárút. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. december 17-én 18 óra 5 perckor. Földváriné Simon Ilona, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola igazgatója televíziónak adott nyilatkozatában elmondta, a szeptemberi hagyományos tanévkezdés lehetővé tette azt, hogy minden betervezett programot meg tudtak tartani. Ilyen volt például a szüneti mulatság, a Magyar Népmese napja, az Állatok Világnapja is. Nagyon sok programunk volt. Szeptemberben hál' Istennek hagyományos módon tudtunk indulni a tanítást illetően. A programokkal kapcsolatban az időjárás is nagyon kedvezett nekünk, és a hagyományos programokat meg tudtuk tartani. Ilyen hagyományos program volt például a szüreti mulatság, aztán a jeles napokban gondolkodtunk, a Magyar Népmese napja, az Állatok Világnapja, aztán hagyományos programunk a első osztályos gyerekeknek a fogadása, a Palánta Piknik című kis programot is megtartottuk. Szeretettel vártuk, és jöttek az óvónők a iskolában, megnézték a már első osztályos kis diákokat. Szeretném a óvónőknek megköszönni a jelenlétet. Aztán pályázati pénzből osztályprogramok is voltak nagyobb számban. 14 osztály vett részt a Dévaványai Öko programunkon, illetve felső tagozatban voltak olyan osztályok, akik Debrecenbe mentek az Agora élményközpontba. Volt olyan osztályunk, aki a hegyekbe kirándult. Valamint megtartottuk október 8-án a pályaorientációs napunkat is, és az időjárás még mindig nagyon kedvező volt. A szélrózsa minden irányába vitték az osztályfőnökök a gyerekeket, a 8-os tanulóinkhoz pedig a középiskolából érkeztek diákok, igazgatóhelyettesek, tanárok, és ajánlották az iskolát. Az igazgató pályázatok tekintetében elmondta, hogy az egyház kerület írt ki pályázatot, amelyen mintegy 350 ezer forintot nyertek, valamint az iskola külön is pályázott, aminek eredményeképpen 400 ezer forinttal lettek gazdagabbak. Az egyház kerület írt ki pályázatot, és pályáztunk az egyházközség nevében is, és nyertünk 350 ezer forintot. Az iskola külön pályázott, mi nyertünk 400 ezer forintot, és ezt a pályázati pénzt tulajdonképpen kirándulásra fogjuk fordítani. A pályázatunknak az volt a címe, hogy a református, illetve a kulturális értékeink nyomában, tehát nagyobb városokat fogunk megkeresni, például Debrecen, a reformációnak a bölcsője, illetve tovább tudunk menni Szatmárcsekének ott a környéke, meg tudjuk nézni a kis szép kis kadettás templomokat. A vírushelyzet kapcsán elmondta, hogy a tantestületük 97%-a be van oltva, a 8. évfolyamosok pedig szinte teljes egészében immunizálva vannak. Tegnap tartottam egy munkaértekezletet a tantestület tagjai számára, és tulajdonképpen erről beszélgettünk, az odafigyelésről, az óvatosságról, hogy egyáltalán akkor mit fogunk majd lépni, és mit kell megtenni annak érdekében, hogyha valamilyen probléma ezzel kapcsolatban, a vírushelyzettel kapcsolatban felüti a fejét. El kell mondani őszintén, hogy a tantestületnek jelentős része, 97%-a, akár az óvoda, akár az iskola be van oltva. Nagyon sok kollega gondolkodik a harmadik oltás felvételéről, sőt nem csak gondolkodik, hanem
meg is fogja lépni. Én úgy gondolom, hogy ez biztonságot ad valamennyiünk számára. Illetve vannak olyan osztályaink, 8. osztályok, hogy szinte teljes egészében a tanulók be vannak oltva. Nyilván 12 éven felüli tanulók. Mint megtudtuk, a digitális oktatásra fel vannak készülve, elkészítették a csökkentett órarendet, amely szintén hozzájárul ahhoz, hogy akár egyik percről a másikra áttérhessenek az online tanításra és tanulásra. Fel vagyunk készülve, ugye ez is benne van a pakliba, ennek is megvan már a gyakorlata. Hozzá kell tennem, hogy sajnos, de megvan a gyakorlata, megvannak a technikai eszközeink, elkészítettük a csökkentett órarendet, tehát mondhatnám azt, hogy rajta készen állunk, ha úgy alakul, akkor áttérünk. Reméljük, hogy erre nem kerül sor. A Karcag Városi Önkormányzat képviselő testülete döntött a Karcag Liget utcai sporttelep fejlesztésének megvalósításához szükséges településrendezési eljárás megkezdéséről. Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a 2021. szeptember 28-ai ülésén fogadta el a Karcag Liget utcai sporttelep fejlesztésének megvalósításához szükséges településrendezési eljárás megkezdéséről szóló határozatát. A határozat első és harmadik pontjában a Liget utcai sporttelep területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. Ugyanebbe az építési övezetbe tartozik egy 103 négyzetméter területű ingatlan, melyet ugyan nem érint a fejlesztés, de az építési övezeti besorolása miatt a kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítást. A kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítást erre ki kell terjeszteni. Ennek értelmében a Liget utcai sporttelep fejlesztésének megvalósításához a jelenleg hatályos Karcagváros település szerkezeti tervének és Karcagváros helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításához szükséges kiemelt fejlesztési területek listáját a 2947/1-es helyrajzi számú területtel ki kell egészíteni, áll a képviselőtestület közleményében. A szolnoki járási ügyészség magánlaksértés büntette miatt emelt vádat azzal a kisújszállási férfival szemben, aki 2021. július 3-án éjszaka ittasan bemászott egy 100 bereki család háza udvarára, majd felmászott a lakóház padlására és ott elaludt. A vádirat szerint a 25 éves férfi ittasan a zárt kapun átmászva ment be a ház udvarára, majd megpróbált bejutni a lakóházba is. A szolnoki járási ügyészség magánlaksértés büntette miatt emelt vádat azzal a kisújszállási férfivel szemben, aki 2021. június 3-án éjszaka ittasan bemászott egy 100 bereki családi ház udvarára, majd felmászott a lakóház padlására, s ott elaludt. A vádirat szerint a 25 éves férfi ittasan az átkapun átmászva ment be a ház udvarára, majd megpróbált bejutni a lakóházba is. Miután azonban a bejárati ajtó zárva volt, a lakóházhoz épített külső lépcsőn felment a padlásra, ahol elaludt. A behatolót hajnali 3 órakor a helyszínre hívott rendőrök ébresztették fel. A járási ügyészség az erőszakos bűncselekmények miatt többszörösen büntetett férfivel szemben börtönben letöltendő szabadságvesztés büntetés kiszabását és a közügyektől eltiltását indítványozta. Az ügyben a szolnoki járásbíróság dönt. Az önkormányzat az infrastruktúrális fejlesztéssel azt kívánja elérni, hogy javuljon a városi járásszékhelyi szolgáltatások megközelíthetősége. A kerékpárút fejlesztésében a kisújszállási úti kerékpárutat új nyomvonalon kötik össze a Madarasi úttal. A beruházás végére megújul több mint 3 kilométer hosszban a meglévő kerékpárút. Az új nyomvonalon kétoldali kerékpársávot, illetve önálló kerékpárutat építenek ki. Emellett egységes tárolókat is építenek a kerékpárok számára. Üdvözlöm Kocurné Tóth Tibolyat, Tisza Szent Imre polgármesterét. Milyen fejlesztéseket terveznek az elkövetkező időszakra nézve? Még kátyú van, még rossz radiátor van, még bázik egy tető, addig van feladat. Tehát nagyon sok fejlesztési elképzelésünk van. Beadott pályázatunk viszont konkrét. A vidékfejlesztési programba adtunk be egy 300 millió forintos projektet, külterületi önkormányzati földút aszfalt burkolására adtunk be pályázatot,
ez a térségben a Tisza Szent Imre környéki gazdáknak a megkeresése volt. Örülünk, hogy segíthetünk, földjeiket aszfaltúton tudják megkülönböztetni. Fiúkban van egy nagyon nagy projekt, egy út szilárd aszfalttal történő burkolás, egy útalap aszfalt burkolása. Nagyon régi történet ez a hajtóút. A településnek azon része, amely kicsit kijebb esik a központtól. Amikor én a település vezetését átvettem, a település rendezési tervben nem is szerepelt már ez, hogy fejlesztendő terület. És akkor, ahogy teltek az évek, elköltöztek onnan az emberek, és ott maradtak a csodálatos kis régi kis házacskák, és jött egy új hullám, jönnek a német, a holland, a belgák, lakosok, akiknek pont ez a rész tetszik, a településnek a széle. És felvásárolták ezeket az ingatlanokat, maradt ott egy fiatal házaspár is, akik kiköltöztek a központból, ők is szeretnék, ha be tudnának jönni száraz úton a településre. Nagyon sokat költöttünk már arra, hogy útalapot, több millió forint volt, hogy útalappal lássuk el ezt az utat, járdát építettünk. A hajtóútnak nevezik, mert régen az állatokat hajtották ezen az úton, most pedig mezőgazdasági gépeknek a felvonulási útja, tehát olyan vastagságú utat kell készíteni. A terv volt közel 1 millió forint, tehát mondtam, hogy már ez eddig, ha összeadnánk, már ez egy 5-6 milliós történet. Az út elkészítésének a terve 63 millió forint engedélyes tervvel készült, hogy ezt hova tudjuk. Az elején beszéltem arról, hogy mi nem tudunk 20-30%-os önerőt hozzátenni egy pályázathoz. Ez a Magyar Falu programba se fér bele, de úgy gondolom, hogy lesz rá lehetőség. Tehát bízom abban, hogy a hajtóút is szilárd burkolatot fog kapni. Ma délután 1 órakor jön hozzám egy energetikus, és minden egyes közintézményünket átnéz, és megnézi, hogy hogyan tudnánk továbbá korszerűsíteni, energiát megtakarítani, az iskola szigetelését nézi meg, látja, gyönyörűen felújított intézményeink vannak, viszont a fűtés az korszerűsítésre vár. A hivatalnak, a községházának a kazánja, az idősek otthon, 50 férőhelyes idősek otthonát működtettünk, tulajdon a miénk, de át kellett adjuk a református egyházközségnek, mert nem kötelező önkormányzati feladat, és az egyházközség működteti kiválóan, de benne van az önkormányzati fenntartású konyhánk, mely kötelező önkormányzati feladat, és ott is a kazán olyan állapotban van, hogy bármikor lerobbanhat. Azt is megnézzük, a szigetelését megnézzük ennek az épületnek. Művelődési házat szigetelni kell, radiátorok cseréje szükséges. Óvodában szintén a szigetelés lenne nagyon fontos, nyilázárok cseréje. Tehát van feladat, van terv, addig még egy elégedetlen ember van, addig nekünk van feladatunk. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!